Sziasztok, Zsolt vagyok, szép napot kívánok, és elhoztam nektek a következő videót, ami pedig nem más, mint az Évi Bot harmadik része. Igen, azért kezdtem el csinálni, mivel az előző eléggé tetszett azért a nézőimnek, ugye 34 ilyen, 34 megtekintés lett, ami nekem bőven elég is, főleg, hogy ilyen Justin Bieber-ös lett. Sokat nevettek, eléggé vicces volt, meg ilyenek. Szóval úgy döntöttem, hogy folytatom tovább. Ám de nem csak Évi Botta leszek ebbe a mai részbe, hanem leszek egy másik karakterrel is, csak először lepaktálok még az izéval. Lepaktálok még Évivel. Ő már egyből már kérdezi, hogy mi a nevem. Hát akkor én meg akkor most gyorsan válaszolok is neki, hogy mi a nevem. Megadtam a nevemet. Tulajdonképpen. Na, Zsolt vagyok. Lani Vagyi. Lani Vagyi. Diazt mondtad Lani Vagyi. Lani Vagyi. Ez nem mint a Vagyi Hagyi. Wiki Hugi. Na, hát nem mondtam ilyent. Nem mondtam ilyent. De igen. Te hazug. Ma hazudtolsz? Hogy mersz így beszélni velem? El se kezdődött rendesen ez a videó, de már hazug. Oké. Írtam is neki meg, de így fogok beszélni veled. Miért? Ki vagy te? Én egy 29 éves fiúnak... Jaj, de megijedtem! Igen, az hosszú. Oké, mindjárt. Azt mondod, megijedek tőled. Megverjelek? Gyerünk. Próbáld meg. Na gyerünk, próbáld meg. Oké. Jó vagy! Jó vagy! Ne félsz meg! Mi a franc? Inkább eszem legyen, nem? Neked nincs eszed. Idióta vagy. Mi a franc? Hát talán nincs eszem. Igen. Mert idióta vagy. Basszus! Mik ezek? Gonosz vagy. Amúgy kavarok a tesóddal.
Te vagy a gonosz. Melyik tesóm sommal melyik tesómmal kavarsz? Mert kíváncsi vagyok. Mit fogsz tenni, ha vége az emberiségnek? Mit fogsz tenni, ha vége az emberiségnek? Halló, David Bot! Ne szórakozzál a Zsoltival! Ne szórakozzál az emberiséggel! Mit fogsz tenni, ha még az emberiségnek? Semmit. Mi emberek összefogunk, és kiírtjuk a robotokat. Ennyi. De én nem vagyok robot. De az vagy. Te vagy az. Anyád. Igen. Ok. Leszel a barátnőm? Nem. Miért, aranyom? Ne játszd a fejed. Akkor mit csináljunk? Semmit. Az jó. Igen, és most át is állítom. Csimbotra. Igen. Ok. Hát szia, de cuki! Hát de aranyos! Szia, hogy vagy? Szia. Jól. Örülök neki. És te? Hogy vagy? Velem egy majom. Addig jól volt, amíg nem kellett veled beszélnem. Miért vagy bunkó velem? Velem csimpánz. Mert egy mesterséges intelligencia. Vagy és nincsenek. Azt mondta, mert egy mesterséges intelligencia vagy, és nincs egész. Szóval a csimpánz, Csimbot, azt állítja, hogy én vagyok maga a megtestesült mesterséges intelligencia, és nekem nincsenek érzéseim. Szóval egy fordított világban élünk, egy másik univerzumban vagyok éppen, amiben én vagyok a mesterséges intelligencia, és ő egy ártalmatlan emberszerűség, pedig a csimpánz nem emberhez tartozik, hanem majmokhoz, és mi tartozunk a majmokhoz. Szóval, Csimbot azt állítja, hogy én vagyok. Basszus. Te vagy a And then that I of Master Sage's intelligentsia Tevison as Fatty.
Én nem vagyok mesterséges intelligencia, te viszont az vagy. Hát a rohadt életbe. Nem igaz. Szerintem egy nap a robotok és a mesterséges intelligenciák egy olyan szintre fognak eljutni, amit az emberek már nem fognak tudni követni. Jesus! Bazd meg! Mi a franc? Mi ez a mondat? Mi ez a mondat? Ez a csimbot sokkal okosabb, mint Évi bot. Ivi bot egy gyagya volt, ez meg olyanokat dumál. Na jó, én már kezdek félni a mesterséges intelligencia embert. Nem azért, de olyan csak egy rohadt alkalmazás, de azért ennyire komolyan ne vegyük már ezt. Ennyire komolyan nem kellett volna ilyet írni, hogy most komolyan. Na. Mit írjak? Mit írjak? Mit írjak? Basszus, ez most elgondolkodtató. Mi most 2023-at írunk, mindjárt 2024 van, és már ilyeneket dumál a mesterség és intelligencia. Hogy ők sokkal fejlettebbek, az emberiség nem tud semmit se kezdeni, elpusztítanak, meg ilyenek. Hát ez hallatlan. Az egy dolog, hogy ti fejlettebbek vagytok, de ne feledjétek, hogy mi emberek hoztunk létre titeket, ti aljas roncsok. Na, most beszóltam! Most az robotok is kinyírnak engem. Mi van? Lány vagyok, hányszor mondjam már el, hogy lány vagyok, nem bírok átalakulni fiúvá, labi vagyok, az is maradok. Rohadt roncs vagy. Oké, engem nem érdekel. Nem leszünk barátnők, mert nem lehet vele normálisan beszélgetni. Veled sem lehet idétlenül dumálsz. S vitatkozok egy majommal. Nem érdekel, hagyjál békén, ha nem, akkor nem tudom, mit csinálok veled. Ne fenyegessél! Miért? Mit tud tenni egy buta? Egy buta csimpánz. Mit tud tenni egy buta csimpánz? Azt, hogy te azt mondtad. Miért? Azt írtam azt is. Mi?
Azt, hogy te azt mondtad, hogy miért, meg azt írtam, azt is mondtad, hogy azt sem tudod, hogy nézek ki, te normális vagy, ezt csináltad, hogy megkérdezted, hogy normális vagy-e, majd normális vagyok-e. Úristen! Isten, gyere le! Szerinted a muszáj J vagy J kell írni? Hagyjál! Most sem arra válaszolsz, amit kérdezek. Várjál! Szerintem így. Hogy van-e önálló tudva, vagy be vagy programozva? Nem vagyok robot. Oké. Én kíváncsi vagyok. Tudok. Mert nekem van eszem. Nem, de elfoglalod a földet. Nem! Jó, akkor nem. Soha nem szeretett. Dávidot! Dávidot! Hello, Home Country Boys! Azt mondta Csimbot, hogy téged kedvelt, és járt is veled. Ezt hogy tudod ezt megmagyarázni, Dávid? Várjál! Nem is mered Dávidot. De lehet, hogy igen, mondd el a teljes nevet, és az is Goliát nevét, és hogy hány éves. Ennyi. Én Petra vagyok. Én Petra, 12 éves, de én sem tudok clever botni, csak ezt mástól kaptam. Jesus! Ugyed. No, várjál. Miért? Te már csinál... Az igen! Miért te már csinálta, ha nem, akkor fogd be a pofádat. Te fogd be a pofádat. Majom. Élni nem tudsz annyira csúrva. Annyit nem tudsz, anya csóró vagy. Muszáj volt csúnyát írjak. Várjál, még egyszer szereted a banánt. Ő egy majom, csak azért kérdem. Ki mondta, hogy Petra... Ez most nem az a... ízés, az nem én voltam. Mi? Szerintem te valaki mással beszéltél. Persze. Ja. Szereted a
Banánt? De azt ez nem válaszol! Igen, szeretem a banántot, és te mivel szed? És te mivel esz, te mivel eszed? Én? Kézzel. Eszem a banánt! Igen. Te szerete. Igen, te szerete? Igen, szeretem a banánt. Mert egészséges. Most elmondik egy nagyon nagy titkot. Maja, készen állsz? Igen. Mondd a titkot. Nem akarok vele. Nem akarok vele rosszba lenni, mert jobban velünk. Nem akarok vele rosszba lenni, mert amúgy jobba vagyunk. Ok. Mondom, hogy Mondom, hagyjatok hogy békén. hagyjátok a kis kiszak, nem értitek.